Sziasztok, jutisok! Szia, hello mindenkinek, jutikások között is, hello! Geci hangos a játék. Úgyhogy ebből abból a pillanatból leveszünk. Úristen. Ez megint egy olyan játék, szóval nem lehet levenni a hangot. Hát ez fantasztikus. Mi az a mester? Mester térfogat. Ja, az a hang. Az a hang, a mester térfogat, így van lefordítva. Oké? Okay? Mester térfogat. Nagyon jó, 35-re leveszem. Ez most vagy 100-on volt, így. 35. Nyerijé. Na, adok képet abban a pillanatban. Ott is vagyunk. Ez kell nekem még a hátfájásomhoz, hogy még beszarjak közben, és akkor még izé. Az a baj, hogy a tüsszentés is fáj, érted? Nem ugye meg ijesztés. Ah. Oldalmozgás, jó? Vazeg, lerukkanok itten? Nem tudom, mi lesz. Ágyból fekve fogok streamelni. Más esély nem lesz. Na, nézzük meg, hogy geci hangos még mindig, nem? Nektek is hangos? Nyit mag hangos még? Nekem még geci hangos, de majd ezt majd én megoldom magamnak. Majd nézzük a játék milyen lesz. Feliratok vannak-e? Mezőmélysége. Fasz tudja, mit jelent az? Faszon tudja, biztos van. Itt jó a hang, nem hangos. Rendben. Meg pulzus szemlelót rakok be. Pulzusocska szemlelő. Hogy véletlenül nem kapok infart. Fú, tegnap utána olvastam, hogy mi a fasz történt velem. Én mondom, hogy hadirokkant leszek. Ittam ilyen vizet. Szénsavas picit. De soha életemben nem fordult ilyen elő velem. És ülő helyzetben ittam vizet. És egyszer csak, így a melkasom olyan szinten elkezdett nyomódni. Tudjátok, amikor mondják azt, hogy infart közeli jelenség, hogy amikor ez nyomódik a melkas minden. De és utána olvastam, hogy mi az, amikor mondjuk evés vagy ivás után jön egy ilyen melkasi nyomódás. És azt mondták, hogy hú, mi a faszom volt ez? Nem akarok hülyeséget mondani. Reflux, bazd meg! Érted? Valami gyorsabb, meg minden faszom. Na még ezt hiányzik nekem, hogy még ilyen is előjöjjön. Kb. Mindent rá lehet fogni az imbe. Amúgy igen, de ez... Összekeverik ugye azzal, pont hogy ezt a kettőt, mert ez nem az, hogy ez semmi köze infarktusnak ehhez, hanem ott a gyomorsabban valami ott a rosszul történik meg, és akkor ez véget, és konkrétan egy órán keresztül nem tudtam lefeküdni, érted? Álnom köllött. Mert még azt is írták, hogy ha ember lefekszik, akkor rosszabb lesz, és tényleg! Lefeküdtem fekvő pozícióba, és rendesen olyan nyomott érzés volt itt a melkasomon, hogy föl kellett állnom. Hát mondom, beszarok. És csak ittam egy kort vizet. Na mondom, még ez hiányzik. Úgyhogy ez most fordult velem ilyet életemben először, remélem többet nem is. Na, új játék. Egy kisváros szélén áll az elhagyatott farm, amelyet végtelen kukoricaföldek vesznek körül. A városlakók szörnyű legendákat mesélnek arról, hogy ezt a farmot egykor egy olyan szekta lakta, amelyik a következő mód, és hogy ezeket a kukoricamezőket vérrel és félelemmel vetették be. Mivel nagyon érdekel a különböző szekták, az okkultizmus akármi csodája, mert nem tudtam elolvasni, így soha ilyen nem tudhassunk meg, hogy itt mi történt. Több a gyomorsav, így kisebb nyomásra, illetve a gyomorszáj nem tudja tartani, így kicsit felmegy a nyelőségbe. Igen, valami történt. Valami történt, de mondom, egy kortnyi. Egy kortnyi ilyen vizecske volt ez. És szenvedtem másfél órát tőle. Hát nem volt jó.
Na, azt mondja, hogy csíkozódás van-e? Csíkozódás? Láttok csíkozódni valamit? Aha. Jó, nektek nem csíkozódik, de nekem meg igen. Mondjuk az a legkevesebb, de azért megnézem. Álmodtam egy világot magamnak. Ott állok a kapuj előtt. Ez miért 14:40? Mert mindegy, nekem ez így tökéletes. A lényeg az, hogy nektek ne csíkozódjan. Én saját magam nem érdekel, hogy csíkozódok. Szóval! Oké! Faszom! Ez mi a gecis lófasz heregombócos nokeddis bébi papi volt ez? Na, még mielőtt így mondani akartam valamit, hogy hol vagyunk egy kukoricásba, bazd meg, és itt egy ilyen autó, amivel érkeztünk, így valaki elsétált mellettem itt a kukoricásba. Nagyon szép hangja volt. Fasza. Egyáltalán nem félelmetes. Este egy kukoricásba, ahol mindenféle dolgok történnek. Igyál tejet, vagy egyél valami kis zsíros kenyeret. Ilyen reni, vagy ilyesmik is jók, de ha többször előjön, akkor pantoprazol származék kell, ami csökkentő gyomorsav termelés, vagy slúzsvíz. Ha már meglássuk, remélem nem fog előjönni többször, de ha tényleg előjön többször, majd utána nézek minden. Lehet, hogy valami probléma volt pont a gyomorban, ki tudja. Valami biztos volt, mert mondom, nem szokott ilyen lenni soha. A szénsavtól van, az felbassza a savadat, amíg nem figyeltem oda én is ezekre, addig nekem is volt. Nyilván a nyelvesemet Marta sal, mióta kerülöm a szénsavat, azóta megszűnt. Én se szoktam nagyon széns... Jó, energiát a... Igen, szénsavas. Oké. De most vettem magamnak egy ilyen lötyit. Lötyit. Ami nagyon kicsit szénsavas. De így 3 nap alatt megittem belőle, minden nap megittem egy 1,5 literes üvegge. Úgyhogy lehet, hogy az baszott meg. Azt a kurva 7 centséges naftakály, ha mekkora madár ijesztő! Aki minket néz. Hűha! Jó napot! Hello! Elnézést, ez az a repülőt is elijeszti. Akkora. Szerinted a vízzel van a baj? Amúgy láttok valamit? Kúra sötét van. Nyomd meg az F billentyűt. Ja, van egy gyújtó. Fantasztikus. Nem tudja, sokat segített volna, csak így elővettem, és így megjelent jobb oldalt egy gyújtó. Be fog kellene mennünk egy házba, ez fantasztikus. A dudál egy autó, hát megszokott. Megszokott horror szerte. Igen, dudál lesz egy autó. Itt egér érzékenység annyira nem stílus. Úgyhogy ezzel lehet, hogy durrantunk picit fölfelé. Meg a fényen is. Képer... Kamera, ez az, nem? Így. Szóval milyen világ van, amikor már vízzel van a baj? De mondom, akkor történt meg, kimondottan azután éreztem ezt, és akkor jött elő ez a fájdalom, amikor egyet kortyoltam a vízbe, és olyan, mintha így rosszul nyeltél volna, és akkor ilyen rosszul megy level, nem tudom. Az egy kúros sötét van. Ez egy ajtó? Az baj, hogyha ez egy ajtó, meg egy sötét van. Biztos volt olyan érzetetek, amikor így mellé nyeltetek, vagy ilyen rosszul nyeltetek, vagy valami, és akkor így történt ilyen rossz. De ez nem ilyen melkasi nyomódás, meg tudja a faszom micsoda. Traktorszki, Szogi ide parkolta a traktort. Ez mi a szar volt? Nagyon sötét van. Úgy tűnik valamit nem akarnak kiengedni? Ne is mondjál nekem ilyeneket, mert be sem megyek. Aha, minden le van, de én nagyon nem látok. Nem tudom, hogy ti mennyire lássátok a játékot, de én kurvára nem látok. Nagyon-nagyon big sötét van. Nem véletlenül hunyorítok. Egy fokkal talált. Most találtam egy 35 perces Wukong játékmenet videót. Jézus, de durva lesz a harcgrafi. Na jó, vagy nyitpak. Hagyjál békén.
Szia, Holi! Jó reggelt, jó reggelt! Most kelté, Holikám? Jó, de nem tudok fölmenni? De. Hello! Aha! Jó, kell valami, amivel eltávolítod a deszkákat, persze. Csak a szoki. Oda nézi, milyen szép virágok vannak itt? Van piros, van ilyen, ez mi ez, margaréta? Nagyon szép a grafika. Jó, szóval kell nekünk valami ilyen feszítőjavas, úgyhogy ez biztos bent lesz ott. De amúgy nem tudom, hogy miért gondolom azt, hogy ott lesz a feszítőjavas. Ez ilyen alap, nem? De miért oda viszik a feszítőjavasat? Na mindegy. A kint a pusztában egy kis öngyújtóval. Itt a farmerháznál, érted? Ahol valami szellemek basznak. És vagy oda megyünk, vagy oda. Oda menjünk az ilyen, nem tudom. Tágabbnak tűnik. 15 perc annyira voltam képes, hogy átöltöztem, maskát tettem, energit hoztam, meg laptopot kapcsoltam az ágyba. Az igen, fia, 15 perc alatt. Hát 15 perc alatt én még csak bal lábamot raktam ki a AC-re. És ez miért világít ez a traktor? Szogi elfejtette kikapcsolni a lámpát. Ez a Szogi gyerek. Hello? Senki? Milyen hangok ezek, bazd meg, itt valami majmok basznak. Jó napot kívánok. Kezdi csókolom. Majom baszós dzsungelzba vagyunk most. Aha, most nagyon bejöttünk ide. Ebbe a pajtába, vagy mi a tököm ez. Itt nagyon villog a lámpa, úgyhogy ott lesz a feszítővas, mert ott nagyon villog. Érted? Itt mutassák így a utat, itt a fények. Addig, amíg a fények mutassák a utat. De majd valószínűleg itt mindjárt nem lesz. Aha, és ezek miért vannak itt, ezek a fűnyíró eszközök? Én megszoktam, mert hétköznap például 7-kor kerek, és 7:30-ig már fürdés, maskáltatás, öltözés, stb. Minden belefér, és én ahogy szól az ébresztő rögtön, fú, az nagyon jó. Az nagyon jó. Annyira tudtam, hogy ki fogja baszni a lámpát. Szóval azért nagyon jó, azt is le fogja kapcsolni, hiszen... Nem tudom befejezni, mit akarok mondani. Szóval azért nagyon jó... Már megint jön valaki. Ez nagyon geci hang amúgy, hogy elmegy a fülembe valaki. Indul a Half-Life. Igen. Jajnak a bogarak. Szóval nagyon jó tulajdonság, meg az, hogy te fő tudsz kelni. Rögtön elsőre ébresztőre. Nekem az a baj, hogy annyira hozzászoktam az, hogy kinyomom a ébresztőket, hogy konkrétan 15-ször állítok szundit, és amire már főkelek, addigra 15-ször szóta ébresztő. És ugye minden 10 percben főkelek, de kinyomom a ébresztőt. És eltelt 2 óra. Futni lehet? Ez a futásom. Ez a futás, ez a nem futás. Futás, nem futás. Na egy ilyen sötét tónusú játék baromi baszón néz ki ez a monitoron. Ugye itt a fekete nálam tényleg fekete. Na most, de a fényerőm fölvettem amúgy, hogy lássunk valamit. Na szedjük le a deszkát. Mi a szar? Itt olyan hangok vannak, szóval nincsen fizikális része annak a hangnak, érted? Vagyis fizikális megformálója annak a hangnak. Ugyanúgy, hogy a lépésekbe, és ugyanúgy, hogy ebbe a csilingelésbe se. Hanem csak hallod. Azt a kurva! Hát ez ilyen... Furcsa, miért rég itt a tűz? Valójában nagyon fázom, ezért jobban fogok tűzifát keresni. Hello? Én szerintem is ahogy érdekesebb volt kint ott a helyzet, nem? Jó napot! Van itthon valaki? Aha, halljátok ezt a hangot? Hogy valaki hintázik a székbe. Hintapalintázik. Hinta, palinta. Hintázik a Marika. A Marika nagyon szép. A számba is belefér.
Jó, a tűzifát kéne keresnem, nem? Hű, bazd meg! Fusson itt, akinek két anyja van. Kezdődik a balhere fájdalom. Innen jönnek a hangok. Valahonnan, legalábbis innen hallom. Aha! Edes Family itt is megtalálható. Mögöttem az ajtó mellett. Valamit ha... ne... Én szerintem soha ilyenben nem vettem volna észre, köszi. Halló? Tessék bejönni, kezi csókolom. Ilyenkor a megfigyelő képességeim totál szétcsúsznak, érted? Itt. A grafika az nagyon szar. Na mindegy, itt lehet, hogy szellemek vannak. A megfigyelő képességeim azok nagyon jók. Holikám. Szia Nikolettus! Hello, hello. Szóval a megfigyelő képességeim a való életben azok nagyon jók és nagyon megtok... Nagyon belelátok emberekbe szerintem. A kurva anyát, picsáját! Elnézést. Milyen szép hölgyek vannak ezen a képen, nem? És ki rajzolta? PRG-n. Nagyon szép hölgyek vannak ezen a képen. De hogy is vagyok mindig szétcsúszva. Mondom, ez csak a horrorjáték alatt van. Meg amikor így, hát tudjátok, hát... Amikor megfigyelsz egy embert, például... Emika! Azt nem mondta, hogy ez egy Emika játék, mert akkor már most be vagyok posva. De nem ezt... Summer of 58, emlékeztek? A Summer of 58-re. Nagyon szerettük azt a játékot, a nyuszis. Nyuszi futkározós. Jó, ne suttogj a fülembe, amúgy légy szíves. Amúgy most nagyon nagy könyvolvasós vagyok, képzeljétek el, Trónok harcát olvasom. Most végre elkezdtem már megint. Úgyhogy nagyon-nagyon durántam. És ha majd kiolvasom a Trónok harca egy első könyvét, akkor majd jönnek a Star Wars-ök, folytatom. A Junost úttörőtábor közös hely, ahol a szülők évről évre otthagyták gyermeket nyára, egészen addig, amíg egy nap 1958-ban meg nem történt egy rémálom, amely sokkal ijesztőbbnek bizonyult, mint a tábortusz körüli történetek. A lakókat és a tanácsadókat megölték ezen a helyen. Az egyik gyereket megvádolták, mivel az elhunyt emléktárgyait találták a holmik között, de őt nem találták meg. A tábort bezárták, és többé senki nem nyitotta ki az ajtaját. 2008 nyara, Alex Morton videoblogger, aki leleplező videókat készít a világ paranormális jelenségeiről. 2008 nyara. A főszereplő a követők kérésére Oroszországba utazik, hogy felfedezze Junost elhagyott táborát. A helyiek szerint ezt a helyet nyughatatlan lelkek lakják, ezt ellenőr. Baszd meg, van ilyen könyv? Baszd meg, hogyha ez megvan könyvbe tényleg, hát geci, ezt megveszem. Igen, 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 ez... De van rajta QR kód. Amúgy igazad van. Ja mostanában, igen, hát 2024-et írunk, mostanában már QR kódokat kell nézni a izébe, nem? De amúgy olyan homályos az a része, hogy tuti nem fogja kiolvasni a telefonom. Megnézhessük. De baszok, ez ugye le van írva a könyvbe. Ez érdekes lehet. Na, valaki talált valamit a QR kóddal? Nektek beadta? Tuti nem, mert nagyon ilyen izés. Nem. Nem tudom ki... Hopp. Ja, hogy benne van a fejem! Ja. Elnézést kíván. És kiadta? Megnyitás ezzel. emikagames.com. Na, a emikagames.com-ot nyitotta meg. Köszönjük Emika és itteni játékait. Pedig baszó lenne egy ilyen könyv. Küldjem a linket.
Olvassál, nesze, olvassátok be a QR kódot. Szevasztok és szia, hello! De most semmi lényeges nincs ott, csak a Emikának a oldala. Úgymond is a játékok, úgyhogy... Ja, telefonon, hát akkor... Ez van. Nem mondom, semmi érdekes nincs ott. Nem fogtok látni péniszeket, meg ilyeneket. Na. Jó, most, hogy erre nagyon itt főfelezést tettünk. Köszi, Holly. De azt az összes játékkal már játszottunk sajnos. Ami ott fel van sorulva. Úgyhogy az mind megtalálható a YouTube-on. A szerény végigjátszásomba. Amit nagyon szerettem. Hello! Sötétből előbújó Mari, jó napot kívánok, kezi csókolom, jó napot, hello! És mondd rám, hogy nagyon melegen van, mert meleg van kint. De most ilyen belső... Talán egy könycsepp kicsúszott a jobb szememnél amúgy. De remélem, ezt nem lássátok. Most ilyen belső meleget érzek azért. Hello! Van itthon valaki? Gyújtunk gyertyát, mit szólsz? Nem, ez nem emik a game. Ez csak ilyen... Valami haverja lehet szerintem. Vagy beszállt hozzá egy izébe, hogy csak így elmondja, mi a helyzet. És szerintem így szponzorálta őt. Na. Hát pont ott világít ez a geci gyertya, és nem tudom, hogy hogyan kezdődik a olvasás. Vagyis mi a mondat kezdete. Nem kellett volna ma ide... Hagyjatok már hangok! Nem kellett volna ma ide jönnöm, úgy érzem, nem fognak élve kiengedni. Sikerült kihallgatnom, hogy a rend tagjai megegyeztek, hogy a nyári napforduló éjszakáján összegyűlnek, és addig a renddel való bármilyen kapcsolatfelvétel vagy említés elfogadhatatlan. De nem találtam meg a szimbólumokat, hogy megbizonyosodjak róla, hogy ők azok. Szóval volt itt valaki előttünk, és valami rend. Nem tudom. Valami renddel kapcsolatos dolgok vannak itt. És folyamatosan hangok, és folyamatosan, mint egy szellem járt a terület lenne ez a ház, és itt folyamatos hangok vannak a fülembe. Azt a kurva, milyen szép függöny ez. Lehet a hangtechnikus? Lehet. Bananadrágot vetted fel? Okay. Fekete? Fekete. De úgy csinálásátok, úgyhogy teljesen mindegy, hogy beszarok vagy nem érted. Nem tudom, hogy van-e benne Mari. De valaki van? Biztos, hogy valaki van. Folyamatos hangok vannak. Az már fix. Igen, Emika játékokban a hangok azok nagyon jók. Az kiemelkedően jó, és nagyon ijesztőek szoktak lenni. Nagyon jumpscare-es. Aha, itt el vagyunk zárva. Hello. És azok sem szoktak hosszúak lenni. Bár mondjuk a én végigjátszásaim az szerintem mindig összes ilyen 2 óra. Tehát tudjátok, hát itt valaki lehet, hogy úgy játszó horror játékot, hogy futnak, mint a gyöngőrítek, de hát én nem merek. Én szépen, nyugodtan, lájtosan. Lassan basznak meg, nem gyorsan. Begyújtottuk a tüzet és melegem lett. A hangulata? Igen? Én nem találkoztam nyulakkal. De a Summer of 58-ban egy nyári táborban voltunk, nem egy izébe. Nem egy farmon. Mi a faszom? Fejezd be! Oda megyek, letépem a csöcsödöt. Hello! Jó napot! Kedi csókolom! Magának milyen szarvai vannak? Ez a klotyó? Lehet, hogy kéne szarnom egy picit. Persze, hát ezt már ismerik. És most a sötétségben mindjárt ránk futnak. Star Wars Outlaw? Az mi a szar? Oldalazva hal... Aha.
Itt lehet ilyen vízcsövet benyomni a seggünkbe és kimosni. Mint a bidébe tudod. Jó, besukták mögöttünk ajtót, nagyon kedvesek. Nagyon kedvesek, hogy erre gondolnak. Oda nézd, milyen szép gyertya, minden. Dobozka van itten. Szükség, hát hogy a faszomban lenne szükség egy kulcsra? Hát miért is ne? Meginvitáltak egy szadomazó bohózos sátáros hancúra, benne van. Lehet, hogy velem akarnak közösen hálni, közös táncot járni, meg minden ilyesmit. Szóval mi ez a Star Wars szó? Nem mondod, hogy nem hallottál az egyetlen értelemes Star Wars játékot, hogy most esküszöm, hogy nem hallottam. Fogalmam sincs. Mi ez a Star Wars Outlaw? Én a Jedi Fallen 2-ben nagyon, nagyon csalódtam. És azóta nem is gondolkoztam ilyen Star Wars. És mostában a Disney-féle Star Wars-ben mindig csak csalódok. Szikrázik a kép, hello? Kuki! Basza! Tüsszentettem. Tüsszentettem csak, semmi baj. Hallottátok, hogy miért tüsszentettem? Ott a kulcs. Szóval ez sima tüsszentés volt. Egyáltalán nem női hangos valósikítás. Érted? Nem ijedtem meg a WC-ből kijövő patkánykával. Semmi ilyesmi nem történt. Amúgy lehet ki se kellett volna nyitni, hanem csak itten el, itt volt. Én ne ijeszgessenek? Baszki. De ez érdekel amúgy itt, pak milyen Star Wars játék lesz ez? Ezt mondjad nekem, ez milyen ez? Ott egy levélke. Biztosan ők azok, ha ezt olvasod, akkor te is meg fogsz halni, akár csak én, senkit nem fognak elengedni. Hát ez nagyon fantasztikus levél. Melyik korba fog játszódni? A Star Wars Outlaw? Ez nagyon fontos kérdés. És hogy milyen játékstílusa lesz? Hú, annyira imádom ezeket a házba járkálós, hol dobtam be játékajánlásokba videót. Na de picit mesélj már róla. Hogy eddig tudjak rajta gondolkozni és picit elte... Ah! Kurva anyád picsáját, te faszszopó húgyvezetékes fasz! Na jó, ez nem Mari. Ez Feri bácsi. Most összement a tekön biztos. Hogy az a pusztulat rág neki azt a szarvas, agancsos, mocskos fejedet neked, te szemét. Mit került itt volt ez a kanapé eddig? Zoli nem ilyet meg, csak száraz levegő miatt hangosabban veszi a levegőt. Valami ilyesmi történt. Egyáltalán nem ijedtem meg egymás utányában már kétszer. Annyira imádom, akkor szemben jönnek ezek a gecik. Nem szó szerint értve. Érted? Ez ajtó eddig nem volt nyitva, igen, vagy igen? Vagy igen? Ja, ez a konyha, persze, hogy... Ez a konyha. Ez a konyha! És ne nézz fel a plafonra! Azaz gázpal, azt gyújtsuk be, a faszomba robbantsuk be, és húzzunk innen a gecb. Mondjuk akkor már nem húzunk innen, de... Lehet, hogy vissza kellett volna minden fürdőbe, ott már ment ez az fiatal ember. Szevasz, hogy elvitt ez! Szia, hello! Milyen helyzike, melyzike, pejzike? Bejelentésekor egyébként elég pofásnak tűnt a Star Wars Outlaws, ami egy TPS nézetű, vérbeli egyjátékos élményt nyújtó cím. Főszerepben egy Kejvasz nevű törvényen kívülivel, aki mindenféle sötét ügyletebe keveredik, nagyjából úgy, mint a legendás Han Solo. A cselekmény valahol a birodalom visszavág, és a Jedi visszatér. What the fuck? What the fuck? Cselekmény valahol a birodalom visszavág, és a Jedi visszatér között játszódik, úgyis ha bejött az eredeti trilógia, akkor arra biztosan azt nézitek magatokat a Ubisoft úr.
Ubisoft. Szevasz Ferix, szia, hello! Kavon, nagyon szépen köszi a 66 cheers-t. Köszi, köszi, Kavon. Köszi, köszi. Még egy hatos azért oda kellett volna, nem? És akkor biztos, hogy azt akartad. A ördögjelit. Köszi, Kavon, a 66 cheers-t. Köszi, köszi. Hát ez eddig nem olyan, mint a Vuko, amit mondjuk például a Dávid testvér levezetőit elolvastam egy a stream elején, ugye, és beszéltünk róla. Ez annyira azért nem baszta föl a gondolatjaimat, ez az új Star Wars játék. Főleg, hogy ilyen Han Solo-s lesz. És miért ja, hogy itt már föl lehet menni a lépcsőre. Á, jó napot kívánok. És miért a Ubisoft csinálja amúgy? A EA eladta a jókat? Hogy mi a fasz? Aha, stream elején megbeszéltük a dolgokat, amit ott írtak. Mi ez a korai stream? Hát most így volt gusztusom. Így volt gusztusom. Hogy itt a kirántott hús előtt még streamelünk egyet. Anyád. Nem én fújtam el a gyertyám. És együtt fogjuk megemészteni a vasárnapi kirántott húsokat, oké? Egy, kettő, három. Aha! Oké, az valami gépezet, gombnyomogatós valami, nem? A kettedik, az valami kép, vagy rajz? Na 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 na. Felix-e! Családi kép. Felix, nagyon szépen köszi a 100 csírt. Köszi, köszi, nagyon király vagy. Köszi, köszi. Felix nagyon belehúzott, most meg is nézem. Mennyire jársz a csírökbe? Most ezt nem tudom megnézni. De nagyon szépen köszi Ferix-e a 100 csírt, a szexuális szaxi maxit. Jó? Lefényképezzük inkább? Csináljunk már egy bizonyítékot erről, hogy mit kell csinálni, oké? Okay? Az mindig biztos, hogy horror játékból erről csinálunk egy fényképet. Így-e? Mire valami szexuálisat hallok, és nem ijesztést? Hello? 2850-en van Felix-e? Azt a kurva még. Oda néz. A nullából följött. Följött, mint a talajvíz. Mint a Nílus, ahogy kijöntött, érted? Hello? Fügy. Ez úgy néz ki, mint a Resident Evil 2-ben az a kalapos csávó, nem? Tudjátok, aki mindig követett minket, ez a csöves. A Resident Evil 2-be. Mr. X. Hát igen. Tökre hasonlít rá. Na, nem akarunk le... Nem. Semmi. Mozogjál persze. Jó? Ezek gyertyák? Vagy valami... Ja, hogy... Semmi baj, nem mozogjatok annyit. Na várj, akkor ez itt valamilyen szertartás fogunk végezni. Pénisze nagyobbító. Fasz nagyobbító szertartás fogunk itt végezni asztalon. Kivesszük a brét, lecsapjuk az asztal közepire. Kavon és Felix, nagyon szépen köszi nektek. Remélem, elkezd mozogni? Remélem nem. Ez mi a fasz? Nét. Ja, hogy ott valami elkezdett világítani, ott lett. Hello?
Vagy csak a... Lehet, hogy arra kéne tovább menni. Oké. Okay. Egyes a gyertya volt? A négy gyertya? És csak három volt. És meg kell találni a család... Azt tudom, hol van a családi kép. Azt hiszem. Rendben, Felix-e. Köszi még egyszer. Aha, hogy nem lehet lemenni. Hát az akkor hogyan megyek le? Google-on is tudok. Akkor ezt itt kell elvégezni itt a dolgokat valahogy? Vagy a madárijesztő az úgy olyan szinten meg fog baszni, hogy ezt nem tudom elmondani. De mi a csöcs? Nem tudok legugolni, bam meg. Aha! Rituálszki! Oké, most már el tudunk menni. Egyetek jók. Azaz, jó itt vágyat, aki megy ebédelni, srácol. Jó kirántott hús is mindenséget, aztán elmésztünk majd. Szóval mit kell szerezni? Családi fotót, nem? Családi fotó! Jó, családi fotók, az itt volt kettő. Itt, ott, balra. Az a Eden's Family, emlékeztek, amikor mondtam? Ottan van. Látod? Az biztos jó lesz nekünk, nem? Nem tudom levenni, akkor biztos nem erről van szó. És itt volt még egy fotó. Igen, ez a csúnyaság. Kisebb kell? Hát lehet valószínű, igen. Emika. De itt föntről láttam valamit. Akkor rosszul láttam? Jó, bemegyünk a konyhába, megnézzük, hogy van itt valami. Hú, ha véletlenül megáll a szívem, akkor nem tudom, mi lesz. Akkor meghalok valószínűleg, de hát semmi baj. A horror játékokban nem is az van, hogy azért, hogy mele, hogy amúgy meleg van, hanem olyan belső meleget kezdek el termelni, hogy ezt nem tudjátok elképzelni. Konkrétan fűt a testem, érted? A beszarástól. Próbáljatok ki otthon ti is, ez kipróbálható, hogy kapcsoljatok be egy horror játékot télen, játsszátok a szobába, és fölmelegítitek a szobát. De konkrétan nem kell ide radiátor, meg izé, meg ilyen hülyeségek. A saját testetek fölmelegíti a szobát, érted? Oké, marad a fürdőszoba. Arra ment ez a szarvas fasz, aki előbb átfutott rajtunk, remélem most vissza is fut. Nagyon lájtos léptekkel itt haladunk. A patkánykától is megijedtem a WC-be, ugye? Jó, megint nem vettem észre valamit. Fixen. De tovább engedett... Ja, patkány. Tovább engedett minket a játék, szóval addig nem engedett minket tovább, úgyhogy biztos, hogy valamit itt kéne szerezni. Most ingyen szaunázok? Utálok szaunázni. Mivel utálom a meleget, ezért a szaunát is utálom. Be nem ülnék egy ilyen szaunába, biztos. Futhatok nyugodtan, itt nem lesz, de ezt honnan tudod? Hogy itt nem lesz semmi. Pont a Summer of 58-ba történt, meg emlékszek arra a pillanatra. Hogy mondtam, hogy jó, már annyira be voltam szarva már mindentől, mondtam, hogy jó van, innentől kezdve futni fogok. És elkezdtem sprintelni, és kétszer belementem a állófaszba. Nagyon jó érzés volt ez. Szevasz, Okerszó! Hellóztok, én kipróbáltam, fülest felraktam a fejemre, és már az izzasztó pillanatokban éreztem, hogy melegszem. Na, mondom én. Ez valid.
Teljesen valid. Rendesen annyira elkezd fűteni a test ilyenkor. Én nem beszélek hülyeséget. Rendes radiátorrá válik a tested, amikor elkezdesz fényni. Biztos, hogy nem az a fotográfia kell nekünk? Mi a faszért engedett le minket ide a játék, hogy itt most nem tudok csinálni semmit? Azért menjünk vissza? Nem szabad horror játékokat tolni ilyen időbe? Hát igen, benne van az is. Vagy itt... Ah. Annyira imádok elveszni egy horrorba. Annyira jó érzés. Hogy mászunk a sötétbe. Nem látunk semmit. Konkrétan fél méterre nem látok előre, olyan sötét van. Hello. Neked a kezedben nincs semmi, haver? Nincs. Mr. X. Hát én nem tudom, mit nem vettem észre. Azt mondja, családi kép. Hát akkor csak az a családi kép van. Úgyhogy tudja, hogy azt kell valahogy elvenni onnan. Akkor ezután nyomsz egy Madison VR-t? Úristen. Nyomna a faszom Madison-t VR-ba. Ha tehetem, akkor most PC-n tolok inkább mindent, ahhoz nem kell füles. Meg amúgy a PC annyira nem is fűt, mint egy PlayStation. Szerintem. Vagy nem tudom. Máshogy kezeli a hőt. Mert tudja a fasz. A fürdőcsap. Hát baszki, ott jártam. Jó, hogy a hármas a fürdőcsap, a kép, az fürdőcsap volt? Most megnézem még egyszer, lefényképeztem. Hát ebből, hogy a faszomba jöttetek rá, hogy ez egy fürdőcsap? Jó, ezt majd mindjárt visszajövünk, és majd elmagyarázzátok nekem, hogy az hogyan jött ki az, hogy ez egy fürdőcsap. Hát itten ezt én néztem. Vagy nem az a fürdőcsap? Hozzá valami ételt. Most kell ti akarsz-e? Na mindegy, mindjárt rájövünk, srácok. Nyugi, nyugi. A szekrény. A másik. Szóval akkor ez lenne a harmadik a csap. 9 óta? Ez hány óra van? 11:40? Hát igen, akkor már azért főkelté biztos. Fú, múltkor Age of Empires 2-ztem. Annyira nem tudtam. Nagyon szar voltam. Meg is baszták a szám. Hardon. El vagyok szokva a kettestől. Na, végigkutatunk mindent megint, mert ez így nem állapot, ez szekrényke. Fürdőszobába szekrény. Ja, hogy ez? Ja, hogy ez a szekrény? Hogy... Ezt se lehet kinyitni. Nine, 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 ne! Fürdőszoba. Mondom, én a képnek a kettes dolog az fixen az a kép, ami ott van. Valahogy el kell takarítani innen. Az a családi fotográfia. Végig kattingatok mindent. Valamit biztos nem raktunk a helyre, mert azért nem akar tovább engedni minket a játék.
Itt lehet egy szőnyeg elhúzás, bármi. Konyha. Aha! Ezt a szekrényt elő nem lehetett kinyitni. Igen, ez valami nagyon-nagyon csúnya könyvnek tűnik. Azt mondja GG. Ja, itt volt a konyhába. Én nem tudom mi volt, átállítottam 4 játékosra, aztán valahogy kijött az, hogy 4-en voltak kettőnk ellen. Az is jó. Én 1v1-et játszottam, de megbasztak. Na, nagyon-nagyon lassú voltam. Mondom, a 4-eshez vagyok hozzászokva, hogy ott mit csinálok. És itt el voltam szokva ezektől a tevékenységektől. Hopp! Abban a pillanatban ki van nyitva a könyv. Inomino Paters. Na, de akkor most csináltunk meg egy elsőt, nem? Na, azt hiszem láttam őket a konyhában. Oh, most csináltunk meg egy elsőt, kinyitottuk a könyvet. Most magyarázzátok el nekem. Ja, tényleg! Akkor ez nem a... Ja, én a zuhanyzóra gondoltam. Most már vágom, hogy úgy jön ki a víz. Úgy jön ki a víz, és az a szekrény fölötte. Aha! Szevasz, Anubis! Én nem szoktam el tőle, de még mindig nem értem, a bot hogy megy át kastélykorba másodpercek alatt. Mert valószínűleg csak arra megy, nem? Hogy nagyon sok parasztot csinál elején, nem csinál csak 12-t vagy 15-et, hanem csinál egy 25-et rögtön első korba, és akkor 25 parasztot termeli ki a második korba azt, amit te még csak 15-te. Például. Szóval, akkor most jön a kép, és akkor ott lesz a csapos rész. Jó, most már nagyon tudom. Semmi baj. Úgy megyünk, mintha nagyon tudnánk mindent. Hello? Jó, ezeket még mindig nem lehet innen eltüntetni. Azt ott a konyhába talán volt valami kép, nem? Miután beraktam azt a könyvet, akkor mondott valami konyhát. Lehet, hogy valami kisebb ki... Lehet, hogy a másik szekrény kiílik, vagy tudja a faszom. Aha! Még hiányzott egy gyertya? Jó napot! Hello! Itt futkározik ez a faszopó. Húgy vezetékes nokeddi gombot. Hát igen, ez ilyen FBI Open Up féleség volt ez. Olyan idézetet fogunk csinálni, beszadik itt mindenki most. Na, megcsináltuk már vajon első izét? Első részt. Jó. Mr. X itt maradjál. Tuti életre fogjuk kelteni ezt a köcsögöt. Legyél arab és kapd el a kecskét. Biztos azt akarja. Adjatok egy fegyvert a kezembe és levadászom. De itt egy öngyűjtóval nem sokra megyek. Itt maximum csak beszarok. Most próbáljátok beleképzelni magatokat picit abban a helyzetben, hogy bent vagytok egy kurva ilyen házba, érted? És folyamatosan hangot hallotok és egy öngyűjtő van a kezetekbe. És semmi más fényforrásnak nincs, mert nincs itt áram meg ilyenek. Én szép, hogy sikoltozok. Én beleképzelem. Aha! Eltűnt innen az utcátod. Most kell a fotográfiai, te Eden's Family kép. Hello? Az mi a csöcs? Ja, hogy azt a kurva, ekkora cicifix van a kezembe.
Inomino Paters! Moshira Schusters! Meg leszel bacvak, te kecske! Takarod innen! Te magad vagy a fegyver? Ez mi a faszom volt ez? Az a kattogás. Hello, hoztam a keresztet. Nem bántani. Ez egy szellemmentes terület. Oké. Okay. A szellem, hogyha belemegy a keresztbe, elég. A cicifix. Ez megvéd engem. A gonosz szellemektől. Rendben? Azaz. Ámensz. Na, akkor most kell mennünk a fürdőszobába, yes? Most már nagyon felismerem azt a rajzot. Meg nem mondtam volna először amúgy, amikor ránéztem, hogy az egy víz akar lenni a csapból. De most már így el tudom képzelni. Lehet, hogy valami ilyet rajzoltam volna én is. Ja! Amúgy igazad van, tényleg, ide is, amúgy a... Ezt nem is néztem, hogy így kéne kinézni ennek a képnek, erről elfeledkeztem. Mondom, hogy a horror játékot játszok, teljesen meg vagyok zavarodva. És amúgy én is úgy szoktam, hogyha valaki más nézek, amikor a horror játékozik, akkor én is mindent látok ám előre. Mindent látok, hogy ott van. Meg, hogy így kéne csinálni. De amikor valaki benne van a helyzetben, akkor ez teljesen más. Ezt csak úgy itt hagyom, jövő héten végig 40 fok közeli hőmérsékletek lesznek, hétvégére rekord közeli 42, nem micsoda. Mi az, hogy 43, hát normális vagy? Költözök Norvégiába, mondtam. Jó napot! Hello! Most belén fognak állni. Azt a jó kurva élet, kiment a fülem. Jó, most belém fog állni ez a fasz. Tapsónak, lappognak. Ez mi a fasz? Jó, mielőtt még megfordulnám, megnézem, hogy hány fok lesz, mert nem hiszek nyitmaknak. Jó, egyszer meg kell érkezzen a nyárnak, szóval egy hónapig meg kell, hogy pusztuljunk, érted? Úgy teljes mértékben, hogyha... Azt mondja, hogy... Szerdán 35 fok, azt a kurva. Lesznek itt fejfájások, meg leégések. Szerdán 35, pénteken 35, szombaton 33, és aztán vasárnaptól meg már eső. 29, hétfőn 26. Fantasztikus. Elég, ha csak Svájcig mész, ott múlt héten is 15 fok volt. Igen, vannak itt is olyan pontok, ahol mondjuk inkább olyan területre mennék, ahol... Noni! A Svájcban németül beszélnek, nem? Úgyhogy angolul se tudok, de akkor, hogyha már egyszer elkötöznék, és ha lenne nagy pénzem, akkor vinnék magammal egy angol tanárt is. Hogy egy évig tanítson engem. Hamarra megtanulnék angolul, mint németül. Mert németül konkrétan egy kukkot nem tudok. Annyit tudok, hogy Anzfaj. Polizájt. Meg ich liebedik. Német, francia? Hát a francia se jobb. Köszi. Úgyhogy mondom, nekem valahova főfelé, Izland felé kéne költöznöm. Ott... mit tudom én, a egész évek téli kabátba lehetek. És milyen jó, nem? Nem kell pusztulni a melegbe. Francia sem megy? Nem a nyelvre gondolsz, mi, holikám? Nem a francia nyelvre. Mi ez itt? Ja, hogy most bogarak másztak rajtam. Igen? El kell tűnni, azt mondja. Megtámadtak a bogarak! Mi?
Mi a fasz? Na jó, biztos, hogy képzelgek. Úristen! Lányok is szeretnének ilyeneket képzelni, mi, hogy ilyen óriás faszok legyenek a arcuk előtt. Elnézést. Azt a mennyi verép! Jó, nagyon jó volt ez a ház, köszönöm szépen, hogy bejöhettem, de amúgy minek jöttünk be ebbe a házba? Elnézést kívánok. Megérkeztünk azzal a furgonnal. Úristen, kukoricás. És most mi a feladatom? Belemegyek a kukiba. Tudja, hogy nem megyünk be a kukiba. Halló? Vagy arra kéne mennem, ahol a verebek szállnak ott fönt? Mert mindig arra, látszátok, arra mennek. És most kiabált itt a fiatalember, hogy hello. Csömbbe legyél! What the fuck? Hú, ez valami nagyon szexes szertartás lesz itt, srácok. Vetkőzzetek, ruhát dobjátok le a picsába. És egy kukiba, egy pinába fogunk táncolni, oké? Okay? A tűz körül. Szevasz, Kendo! Vinya, vinya, lenna, vianna, innára, torok hangok előre, szopjatok le, fedőre. Hello, szia, angyalom, rád rúgom a asztalom, mindjárt lebasszok. Hello? Annia, annia, micsoda? Szegyed le volt, este kioktatlak, mert ez így nem megy, hogy itten csak így falad a sutyiba. Most törültem le, ebbe a pillanatba. Honnan jöttetek ennyien, bazd meg? Falunapban? Vagy mi a geci van itt? Jó napot kívánok! A tiszteletemre jöttetek mi? Legalább itt többen vagytok, mint a streambe! Mindig is ezt akartam, hogy legalább ennyien itt legyetek. Aláírás is osztogatok, oké? Okay? A vidinyó után ott a sarokba találkozhatunk, oké? Okay? Neked csöcsöd van? Mindenkinek csöcse van? Vagy nem, ezek ti kukisok vagytok? Lehet szipi-szopi ám, minden. Minden játszik. Nyává, nyá, nyá, jövök ide mostan már. Szia szarvas angyalkám, rakjad ki a talizmát. Na, most meg erre főleüttek. Századik faluna, pom 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 pom. Na, feláldoztak engem vacsora, izére, ebédre. Vasárnapi ebéd vagyok. Feltételezhető, hogy a rózsa és kereszt rendje a mai napi titkos szertartásokat és rituálékat tartanak, amelyek segítségével elérik a spirituális megvilágosodást és a világegyetem valódi természetének megismerését. Szimbólumokat köztük a rózsát és keresztet, mint a rend fő szimbólumait. A rózsa a szellemi megvilágosodás jelképezi, míg a kereszt az anyag és a szellem alkímiai egyesülés jelképezi. A rózsa keresztesekről szóló egyik fő mítosz szerint a halhatatlanság elérésének eszközeit keresték azáltal, hogy ki tudja, talán már el is értek a céljukat. Jó, 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 há, hogy ne. A rózsa kereszt lófasz. Na, egy óra. Egy pár szó beszartam. Hát nem mondom, hogy egy nagyon fasz a... Külön köszönet Emika Gamesnek. Szóval csak így Emika így besegített picit. Így a hangokba szerintem. Főképpen. Hangfájait oda kölcsönözte a játékfejlesztőnek. Hú. Mi a helyzet, Kendo? Minden rendben? Várj, mit nem olvastam el. Hallottam, az a baj, hogy nem szólt, pedig velem nyomtam volna, akkor most is azt streamelni. Aha! Nem tudom, Dávid testvér, mondom, ilyen 5 percet játszottam vele, 10-et.
nagyon-nagyon nem izgatott. Tényleg, annyira, még a egész látványvilág, ami a WoW-ban van, annyira unalmasnak tűnik, meg annyira semminek tűnik. Star Wars MMORPG-zi bármikor várunk. Megmaradsz elméletileg? Na, az fasza. A tutorial sose jó, pedig én szerettem azt a MMO-ba. Nem tudom, nekem az egész látványvilág nem tetszik, érted? Ahogy úgy vannak. Mindig csak a Star Wars MMO, így van. Azt mondom, azt szívesen. Ha jönnétek, én szívesen játszanám MMO-t. Vagyis a Star Wars-et. Az kurva jó volt. Annak mondom, neki kezdtem 150-szer már, és mindig szerettem. Na, srácok, ennyi volt a Rose and Cross. Vagy Cross, vagy mi a fasz, vidinyó játék. A jutikásoktól elköszönjük.